Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, évközi 25. vasárnapban a Szent Mise kezdőéneke így hangzik: népem üdvössége, én vagyok, mondja az Úr, bármilyen nyomorúságból kiáltsanak is hozzám, megmentem őket, és Istenük leszek mindörökre. Kedves testvéreim, a Szent Mise áldozatot felajánlom ezen a vasárnapon. Elhunyt gazdag Margitért, élő és elhunyt hozzátartozókért, értük imádkozunk ebben a Szent Misében. De ebben a Szent Misében szeretnék elköszönni a kedves testvérektől, és a Szent Mise áldozat kegyelmeit kérni az egyházközségre, az egyházközség híveire, mindazokra, akik a közösséghez tartoznak. Hálát adunk a mindenható Istennek az elmúlt 6 év és 4 hónap szolgálatért, azért, hogy itt lehettem, szolgálhattam, azért, hogy az Úristennek a szolgálatban a kegyelmeit a Szent Mise áldozatban leesgettem. Kérem a kedves testvéreket, hogy ebben a Szent Misében imádkozzunk együtt Viktor atyáért is, aki a jövő héten fog érkezni az egyházközségbe, hogy adjon neki a Szentlélek Úristen bátorságot, erőt, és mutassa meg számára is az utat az elkövetkezőkben, mit kell tennie, mire hívta és mire, milyen szolgálatot akar adni számára az Úristen. A Szent Mise kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és munasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Thank you.
Mennyei Atyám, Te az Isten és ember szeretett parancsában foglaltad össze szent törvényed. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön. Ti, akik eltiporjátok a szegényt, és szorongatjátok az országban a szűkölködőket. Azt mondják, mikor múlik el az új hold, hogy eladhassuk a búzánkat. A szombat, hogy árulhassuk gabonánkat. Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt, meghamisítjuk a mérleget, hogy megvehessük pénzért a szegényt, egy pár saróért a szűkölködőt, és eladhassuk a gabona ocsúját. Ezért megesküdött az Úr arra, aki Jákob büszkesége, sose felejtem el egyetlen tettüket sem. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből. Szeretett fiam, mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves, üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Hiszen egy az Isten, és egy a közvetítő Isten és az ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben. Ezért kaptam a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek. Igazat mondok, nem hazudom. A pogányok tanítója hitre és igazságra. Azt kívánom tehát, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel emeljék imára kezüket, ne haragos és viszálykodó érzülettel. Ez az Isten igéje. Thank you.
legyen veletek. Istenem. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Egy gazdag ember előtt bevándorolták intézőjét, hogy eltékozoljon a vagyonát. Erre magához hivatta és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhat tovább intézőn. Az intéző így gondolkodott magába. Mit érvő legyek, ha Uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, kódulni, szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozik az intézőségből. Egyenként magához hívotta tehát urának adósait, megkérdezte az elsőt, mennyivel tartozott Uramnak? Azt szerette 100 korsóval. Erre azt mondta neki, vedd elő adós felfeledet, ülj le hamar és éri 50-et. Aztán megkérdezett egy másikat, te mennyivel tartozol? 100 búzával hangzott a válasz. Fogd adós felfeledet, mondta neki, és írj 80-at. Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjalak titeket az örök hajlékukba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonból nem voltatok hűségesek, kibízza rátok az igazi értéket. És ha máséval nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szóval sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Ezek az evangélium igéi. Minden egyes búcsúzásban benne van, kedves testvéreim, különösen az elmúlt napokban, és biztos vagyok benne, hogy a lelki pásztorok, akik elköszönnek híveiktől, elsősorban önmaguk szolgálatával kapcsolatban adnak számot. Önvizsgálatot tartunk magunkban, megvizsgáljuk, hogy hogyan szolgáltunk, mit tettünk, vagy mit nem tettünk meg, mit kellett volna még megtennünk, hogy az Isten ügye, az evangéliumi örömhír még inkább tudjon terjedni, még jobban el tudjon jutni az emberi szívekbe. És ilyenkor az ember nagy kísértést érez arra, hogy elsősorban az anyagi dolgokról, megfogható materiális dolgokról adjon számot, fölhozza magának, mit épített, vagy mit nem épített, mit tett odébb, vagy nem tett odébb, de azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog mégis, kedves testvérek, és ez van az első helyen, hogy a lelkek érdekében mennyit tettünk. Kedves testvéreim, amikor Bátaszékre kerültem plébánosra, akkor az első szentmisén, az első olvasmányból választottam a gondolatot, amely tulajdonképpen az elmúlt 6 évben újra és újra visszatérő gondolat volt számomra,
mégpedig az apostolok cselekedetéből vettük az idézetet, amikor pünkös előtti napon a tanítványok közösen összejönnek imádkozni Máriával, Jézus anyjával. Kértük a Szent Lelket, és kértem magamnak is a Szent Lelket, és most is kérem a Szentlélek Úristen segítségét, hogy helyesen tudjak számot adni, lássam az elmúlt 6 évet és a szolgálatot. És az elmúlt 6 évben, amikor az első szentmisében együtt ünnepeltük az Eukarisztián, akkor azt az érzést akartam magamban is és bennetek is kelteni, hogy ugyanaz kell, hogy megnyilvánuljon, mint ami az utolsó vacsora termében megtörtént, hogy a tanítványok együtt voltak, imádkoztak, és a Szentlélek Úristen segítségét kérték, hogy a karizmájuknak, szolgálatoknak megfelelően tudjanak szolgálni majd a következő időszakban, azaz az egyház születése után. Most ugyanezt szeretném tenni. Az a szentírási szakasz, hogy Máriával, Jézus anyjával együtt imádkozunk, és kérjük a Szent Lelket, hogy adjon bátorságot mindannyiunknak, adjon erőt és mutasson utat, hogy merre kell mennünk, mit kell tennünk, akik itt maradtok és én, aki elmegyek, mindannyiunknak megvan a karizmája, megvan a szolgálata, az egyházban csak föl kell ismerni. És ahogy hallottuk most az evangéliumban, aki fölismerte a szolgálatát, a feladatát, a karizmáját az egyházban, annak egy nagyon fontos figyelmeztetés ad az Úr Jézus, és talán magunkkal kellene vinni, egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Ebben a példabeszédben hallhattuk egy figyelmeztető mondatot, és ez a mondat figyelmeztetni akar minket, amikor megkísért bennünket a világ, hogy két úrnak szolgáljunk, és ne az Úristennek, az Úr Jézusnak, aki meghívott és megbízott bennünket. Hiszen nem lehet egyszerre két futballcsapatban sem szurkolni. Ezt a férfiak nagyon jól tudják. Elköteleződik az ember. Sok embertársunk, ami korunkban éppen ezt próbálja mégis, hogy két-három csapatban is próbál egyszerre drukkolni, szorítani. Nem megy. Valahol az embernek el kell köteleződnie. És ez a mai evangélium erre hívja fel a figyelmünket. Elköteleződünk. Egy futballcsapatban, és ennek a futballcsapatnak a neve Jézus. Jézus csapatába akarunk tartozni. Van egy másik csapat is, amiben mi nem szeretnénk tartozni. Oda mi csak gólt szeretnénk rúgni. Az imádsággal, az engeszteléssel, az eukarisztiával. Újra és újra gólt akarunk rúgni, hogy a mi csapatunk az életerős tudjon lenni, és egyre többet tudjon önmagából kihozni. Kedves testvérek, megkísér bennünket a világ, hogy egyszerre két úrnak szolgáljunk. Szolgálni a világnak, és egyszerre szolgálni Jézusnak is. Jézus ezzel tisztában van, kedves testvéreim, hogy mi itt élünk ebben a világban, itt kell élnünk és dolgoznunk, és nem is ez a baj, kedves testvéreim, hanem a baj az, ha szívvel, lélekkel az e világi dolgokért küzdünk és megfeledkezünk az örök életről. A helyes sorrend fölfordul az életünkben, az értékek fölcserélődnek, és már egészen más lesz fontos az ember számára. Nem az, akiért odaadtuk az életünket, aki meghívott bennünket, aki vasárnapról vasárnapra táplálni akar bennünket igéje és kenyere asztalánál. És ne felejtjük el, hogy a mai nap, a mai evangélium az élet döntéseit akarja hozni az életünkbe. El kell döntenünk végre, kihez tartozunk, Jézushoz vagy máshoz. Kedves testvérek, hozzuk meg a döntést. Nem érzelmi alapon, hanem reálisan. Végre merjük kimondani mindannyian, hogy kihez akarunk tartozni, kinek akarjuk az életünket fölajánlani és odaadni.
Végezzük becsületesen e világi kötelességeinket, de ne feledkezzünk el a legfontosabbról, újra csak azt mondom, az örök életről. Mi Istennek szolgálunk minden erőnkkel. Nem is akarunk más tenni. Törekedjünk ezért még nagyobb buzgósággal tenni azt a feladatot, amit Isten ránk bízott. Bármi történik is ebben a világban. És arról sem szabad elfeledkeznünk, kedves testvérek, hogy egyszer számot kell adnunk gazdálkodásunkról. Az Úr Jézus mondja ezt az evangéliumban, fölhívja a figyelmünket erre, egyszer nekünk is számot kell adnunk az egész földi életről. Hívő és nem hívő egyaránt szembesül az élet elmúlásával, de a tettei ott maradnak, vissza kell tekintenem, vissza kell néznem az életembe, mit tettem jól, vagy mit nem tettem jól. A hívő ember viszont reménnyel tekint vissza, és reménnyel tekint a jövőbe is, hiszen tud számot adni, mert életében az örök élet volt a szem előtt. Amikor az elmúlt 6 évről számot adok, akkor reménnyel tekintek. Reménnyel tekintek arra, hogy embereknek át tudtam adni Isten igényén keresztül az örömhírt, amit rám bíztak, talán közelebb tudtam embereket vezetni Isten országához, talán megérezték jobban Isten szeretetét, még akkor is, hogyha nem vagyunk alkalmasak, hanem alkalmassá tesznek bennünket. Viszont, kedves testvérek, a nem hívő ember reménytelenül tud a jövőbe tekinteni, mert nem látja életének végső célját. Csak azt látja, hogy itt egyszer valaminek vége van. És valahogy úgy van, mint annak a gazdag embernek a temetésé, egy slágernek a szövegét vette elő a lelkipásztor, fizetek főúr, volt egy feketém és egy elrontott élete. Nem szeretnék úgy odállni az Isten elé. Úgy szeretnék odállni, hogy teljes reménységgel, teljes örömmel, még akkor is, hogyha érzem és érezzük azt, hogy az életnek vannak terhei. Mert bízunk az Isten irgalmában, amiről a múlt vasárnap elmélkedtünk. Ma viszont Isten igazságosságával előttünk, Isten igazságos arcába kell tekinteni az embernek, hogy őszintén láthassa önmagát. Isten arca egy tükör, amely a valóságot mutatja az emberről, apról és hívőről egyaránt. Egy olyan tükör, amelyben jó belenézni, nem csak életünk végén, hanem ilyen alkalommal is, amikor számot kell adnunk, amikor el kell köszönnünk. Belenézni a tükörbe. Ki vagyok, ki voltam, és mivé lehetek. És érezzük azt, hogy az Isten egy újabb lehetőséget, egy újabb bátorítást akar adni, egy életünknek egy új szakaszt akar rendelni. Ezt úgy akarja, hogy ne két úrnak szolgáljunk, hanem egyedül neki. Kedves testvéreim, úgy adjunk hálát a mai napon, hogy őszintén tekintsünk magunkba. És kérjük Isten irgalmas szeretetét és bátorító erejét is, hogy tovább tudjunk lépni. Amen. Hiszek az egy
Segíts egyházadat, hogy a rábízott szent titkoknak hűséges kezelője legyen. Világosíts meg a népek vezetőit, hogy a közhatalmat igazságosan és szeretettel gyakorolják. Segíts mindnyájunkat, hogy földi javainkból sok jót tehessünk embertársainkkal. Add, hogy a fiatalok a jó ügy szolgálatába állítsák testi erejét és lelkük tehetségét. Egyházközségünk elhunyt híveit fogad be örök hajlékodba. Urunk Istenünk, Te szolgálatodban fogadtál minket, és nagy értéket bíztál rá. Add, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, és a ránk bízott javakat Te szent terveid szerint használjuk. Krisztus, a mi Urunk által. Thank you.
Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek és tegyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Thank you.
szívemet adom nektek. Ne vétkeinket nézzek, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Thank you.
Szeretettel küldhetem a kedves testvéreknek a Viktor atya által elrendelt hirdetéseket, és kérem a kedves testvéreknek a megértését a jövő heti változásokkal kapcsolatban. Jövő héten szerdától 17 órakor lesz a csendes szentségimádás, 18 órakor lesz szentmisélhünk Farkas Lajos és Fia Zsolt, valamint hozzátartozóké. A jövőben a Bátaszéken csütörtökön reggel 7 órakor lesz szentmise, Viktor atya a főiskolán is tanít, kérjük a kedves testvérek megértését. Jövő héten pénteken a Szentfér Bazilikában 17 órakor csendes szentségimádás, 18 órakor szentmise lesz. Jövő héten szombaton kérem a kedves testvéreknek a figyelmét, itt lesz nagyobb változás. Bátaszéken 11 órakor keresztelő, Bátán 15 órakor a Szentfér Bazilikában elváltak és egyedülálló szülő zarándoklata lesz. Bátaszéken 16 órakor esküvő, 17 órakor úgy szintén esküvő lesz. Bátán a Szentfér Bazilikában este 6 órakor ünnepi szentmisét mutat be Viktor atya az arszakra lezárásának alkalmából. 19 órakor a Szentfér Bazilikában koncert lesz, magasztaljuk Istent irgalmasságából. A híres Pannonia Légizenei Együttes a 16-17. Századból származó magyar zsoltárokat szólaltat meg koncertjén. Szeretettel hívják és várják a kedves testvéreket. Szeptember 25-én vasárnap, évközi 26. vasárnap lesz. Reggel 8:30-kor szentmisét mutat be Viktor atya Várdombon. 10 órakor itt Bátaszéken a szentmisét fölajánlja elhunyt Rozália lelki ügyvédjét. Jövő vasárnap tartják Bátán a Szent Mihály templomban a templom búcsú ünnepét 12:00-kor, amelyre szeretettel hívnak és várnak minden kedves testvér. És itt szeretnék köszönetet mondani és elköszönni. Elsősorban közvetlen munkatársaimtól, a sekrestésektől, kántor úrtól, hitoktatóktól, az önkormányzattól, polgármester úrtól, a közmunkásoktól, akik mindig a templomot és környékét rendezték. Szeretném megköszönni a képviselőtestületnek, és mindazoknak, akik valamilyen módon segítségemre voltak abban, hogy egy kicsit megújuljon a plébánia, megújuljon az egyházközség. Hálásan köszönöm mindazoknak, akik elfogadtak és befogadtak az elmúlt 6 évben. Örömöt és szeretetet viszek magammal, azt őrzöm meg a szívemben, és abból szeretnék majd táplálkozni, és másoknak is szolgálatára lenni. Kérem a kedves testvéreket, hogy emberi hibáimat vagy gyengeségeimet felejtsék el. Én is elfelejtek minden olyat, amely esetleg bántó volt, vagy megbántó. Hiszen az Úristen előtt többször elmondjuk, hogy megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ne csak mondjuk, hanem tegyük is. És én azt kívánom, hogy az elkövetkező időszak az sokkal gördülékenyebben menjen, amely majd következik Viktor atyával. Hallgassanak szavára, hallgassák a Szentírás szavait, hiszen egy imádságos lelki ember fog jönni. Engedjék, hogy a lelki pásztor kézen ragadja mindannyiukat, és közelebb vigyen az Úristenhez. Kérem a Jóisten segítségét és áldását mindannyiukra. Tisztelt Krisztián atya, kedves diakonus úr, kedves hívők! Néhány hete a Pécsi Egyházmegye közleményéből értesültünk a megdöbbentő hírről, Kürtösi Krisztián atyát Bátaszékről áthelyezik Paksra. Atya megerősítette ezt a hírt, így kétség sem férhetett hozzá, a hír igaz, nem tévedés. Most itt állunk a búcsúzás küszöbén, és keressük a legmegfelelőbb szavakat a hálára, a köszönetre, amelyet az elmúlt 6 év lelki vezetéséért,
a papi hivatás széleskörű tevékenységért mondanod el, kell Krisztián atyának. Nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy tolmácsoljam a bátaszéki, valamint az alsónéki egyházközség képviselői és a hívők jó kívánságait, a hálaszavait mindazért, amit értünk tett. Hogy mi minden történt ez alatt a 6 év alatt, nehéz lenne összefoglalni. Ahányan ma itt jelen vagyunk, és azok is, akik ma nem tudtak eljönni, biztosan mindnyájan más emelnének ki az elmúlt évek történéseiből. Hálásak lehetünk atya által alapított bátaszéki Szent Mónika csoportért, a bátaszéki II. János pápa nevét viselő Karitász csoportért, a toronyóra, a hangosítás, a templomi elektronika, a sekrestje, a Mária kápolna, a Szent Keresztek felújításáért, és ha pontosak szeretnénk lenni, akkor még hosszasan sorolhatnánk ezt a sort, a legutóbb felavatott dolinai harang felavatásáig. Nem szabad megfeledkeznünk a padfüttésről sem, ami a téli időszakban jó leső meleggel várta a hívőket. János tisztelendő mondta egy alkalommal nekem, hogy a papi hivatás ma már messze túlnyúlik a lelkipásztori teológiai feladatokon, mert érteni kell az építészethez egy kicsit, az épületgépészethez, a jogi útvesztőkhöz, a pénzügyi feladatokhoz, és persze az emberek, a népek sokféleségéhez. Krisztián atya becsülettel helyt állt a megörökölt és az újonnan keletkező feladatokban is. A pécsi püspökség nem csak a bátaszéki és az alsónéki egyházközség gondjait bízta atyára, de számos környékbeli település ellátása is a feladatai közé tartozott. Csak a Jóisten a megmondhatója, hogy mennyi kegyelemmel imádó volt szüksége a tornyosuló feladatok ellátásához. Úttörő feladatot vállalt a bátaszéki plébánia online megjelenésében is, a hívők modern és pontos tájékoztatásában, amely tegyük hozzá, nem mindig volt hálás feladat. Köszönjük, hogy egyházi ünnepeink és az évközi szentmiséink mindig méltó keretek között valósulhattak meg. A papi hivatást választó atyák közül az évtizedet elteltével bizonyára kevesen mondhatják el, de atya közéjük tartozik, hogy üres templomban is miséztek. Vagy arcok eltakaró mazban ülő hívőknek kellett prédikálniuk. A pandémia időszaka egyáltalán nem könnyítette meg a papok életét sem, amikor arra kellett biztatnia a kedves hívőket, hogy ne kockáztassák egészségüket, maradjanak otthon, és Facebookról vagy tévéből nézzék a szentmisét. A köszönet hangján kell beszélnünk az elmúlt években megtartott keresztelőkért, házasságkötésekért, temetési feltartásokért is. Krisztián atya lelkipásztori feladatának tartotta a közösségépítő zarándoklatokat, országos találkozók megszervezését is, melyek lélekben megújították a résztvevőket. Atya katekézis előadásai, a felnőtt érdeklődők nyertek bevezetést a keresztény élet egészében, s emellett a hatékony hitoktatás eredménye volt az első áldozó és a bérmálkozók szép száma. Szólnom kell még a gyóntatásokról. Atya nagyon-nagyon sokszor kérte a hívőket, járuljanak hozzá, menjenek és tegyék a lelki megkönnyebbülésért azt a fáradtságot, hogy gyónjanak, és amikor a családok emberi sorsok sorával találkozott, jó pásztor módjára igyekezett lelki támaszt nyújtani. Köszönjük. Úgy érzem, kevés ez az egy szó. Köszönjük. Arra kérek most mindenkit, hogy álljon fel, és mondjuk el együtt a hálaimát. A mi atyánkat és a szűzanyánkhoz az üdvözlégmányát.
az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mi a nem engedjük el atyát üres kézzel, útra valóul egy miseruhát és egy festményt szeretnénk átnyújtani a bátaszék és az alsónyéki hívők szeretete jeléül. Szívből kívánjuk mindannyian, hogy a zöld miseruha adjon erőt atyának a hétköznapok szürkeségében. Hubert László, dusnoki festőművész olajfestménye pedig juttassa mindig eszébe, hogy a papi hivatások a hitre épülő remény jelei. A festményen Krisztián atya egyik példaképe, 16. Benedek nyugalmazott pápa látható keresztel a nyakában. A pap ugyanis Isten szolgája, mellén keresztet visel, amikor a pap misét mond, Istent tiszteli. Az angyaloknak szerez örvendezést, az egyháznak épülést, az élőknek segítséget, és a holtaknak nyugodalmat. Isten áldása kísérje élete útján. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon köszönöm. Köszönöm, Jézus. Köszönöm. Hálásan köszönöm a szavakat is, és az ajándékot is. A zöld miseruha mindig a reménynek a színe. Mindig reménnyel tekintünk előre, és én azt kérem a kedves testvérektől is, hogy azzal a reménnyel, amelyel a Szent Atya tanított bennünket, 16. Benedek, azzal a reménnyel lépjünk mi is a jövő felé. Erre kérem mindannyiunkra az Úristen áldását és kegyelmét. Az Úr legyen veletek! A mindenható Isten tartson távol tőletek minden viszontagságot, s árassza rátok kegyelmének minden ajándékát. Tegye figyelmessé szíveteket szent igéje iránt, hogy elteljetek az örökkévalóság örömével. Szívlejétek meg, ami helyes és jó, járjatok mindig Isten parancsainak útján, s jussatok el a szentek társaságába, a mennyei örökségben. Áldjon és őrizzen benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.